Dévényi az az építész, aki architektúrájában humorral, eredeti módon reflektál a múltra. Köszöntöm Dévényi Sándort, a nemzetművészét, Kossuth és Ibldias építészt, a legendás Kóskároly Egyesülés alapítóját, aki egyébként idén tavasz óta a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi regionális munkacsoportjának elnöke. Első kérdés, hogy aláírja-e, elfogadja-e ezt a jellemzést, amit önről mondtak? Mivel, hogy ez egy pozitív jellemzés, az ember nem mondhatja azt, hogy nem fogadja el. Nyilván az ember sok mindennel foglalkozik az életben. A építészetről. Sokszor, sokan vitatkoztak, hogy a művészetek ranglistáján hol helyezkedik el. Nyilván a, a, a görögök abszolút a művészetek közé sorolták azóta, ez az ipari fejlődéssel, meg a gazdaság fejlődésével kicsit talán háttérbe szorult. De túl ezen a vitán egyik alapja ennek a, a kétkedésnek az volt, hogy az építészet csak pozitív dolgokat tud kifejezni, negatívat nem, és ezért nem teljes értékű művészet. Na most, amit itt a bevezetőben mondott, ez, ez talán arra jellemző, hogy igenis tud érzelmeket is az építészet kifejezni. De a humor az gondolom nem abban nyilvánul meg, hogy az irodában, mikor tervez akkor vicceket mond a vicceket mondani, akkor nem. Nem, 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 akkor nem inkább a. a, a talán abban, hogy bizonyos kérdéseket könnyebben veszek, vagy vagy megpróbálok olyan formákat és olyan, olyan dolgokat egymás mellé helyezni, amik talán nem szokványosak, és az emberekben ez, ez örömöt kelt. Apajágon horvát, anyaiágon pécsi, tőzsgyökeres pécsi a család. Mit hozott ez a kettős gyökérzetű identitás az ön életében? Pécs egy különös város olyan szempontból, hogy még ezen a kis Magyarországon belül is egy kicsit a mecsektől délre egy kicsit a, 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 az országtól valamelyest egy kicsit külön entitás, és ez a, a népesség összetételében is jelentkezik. Eléggé vegyes népességű város. Nyilván mára már összeértek ezek, de származásilag szerbek, németek, nagyon sok német különböző helyről, származó németek, horvátok kovácsolódtak össze, és ez a színű ez, ez a fajta pluralizmus, ez, ez a városnak a nyitottságát is talán egy kicsit. És személy szerint az önnyitottságát is. Hát, talán az enyémet is. Igen. Pályáját Budapesten kezdte az egyetem után, az ipartervnél. Hogy indult, mi volt a pályakezdés, hogy működött, illetve, illetve kik voltak a mentorai? Az Iparterv egy fantasztikus műhely volt akkoriban, ugye 1973-ról beszélünk, 73-75-ről, eh, ahol a eh, létező szocializmusnak akkor éppen egy, egy ilyen olyan ága volt, vagy olyan periódusa volt, amikor az ipari beruházások, eh, eh, akkor épült a PAKSI atomerőmű, vagy akkor kezdték tervezni, ott az terbe tervezték annak az épületét is. Tehát sok ipari épület épült, ezért nagyon jó ö, ö, építészek gyűltek össze abban, az, abban a, te, a tervező Óriási vállalat volt, nem is tudom, 2000 fős, ma ez elképzelhetetlen. Én ö, Csíkvári Antalnál kezdtem, aki szintén ibüldias építész, és kiváló épületei vannak, mind a mai napig. Ugye az egyetem után az ember kiforratlan. a, a a feladataim akkor olyanok voltak, amiket el sem tudtam képzelni, hogy, a, hogy az egyetem után ilyen szóba kerül. Ajtó, csomópontokat kellett terveznem, tehát az, az egészen a, a legapróbb részleteikig a szakmának bele kellett mennem, és ez egy nagyon jó, jó, iskola, jó iskola, volt. iskola volt. Igen. Feleségével, Lugosi Ágnessel, aki szintén építész, mégis Pécset választották, tehát hazaköltöztek. Miért? Tulajdonképpen hívtak Pécsre. Hívtak, mert, és ez, ez is egy nagyon érdekes történet olyan szempontból, hogy a... a Pécs a 60-as, 70-es években egy kicsit a magyar kultúrának egy, egy olyan különleges helyzet, városa volt, ami a, nem tudom, hogy a, most nyilván mindenki tudja, hogy a szociálisban a kultúrát a 3T alapján határozták meg, a tűrt, a tiltott, támogatott. Pécsnek Acél György volt a, az országgyűlési képviselője, vagyis hát Baranya megyének, aki ugye a kultúrának a, a fő megmondó embere volt a, 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 abban az időszakban, és azokat a művészeket, akik értékesek voltak, de az államhatalom valamiért veszélyesnek tartott, de nem akart likvidálni, ezeket gyakorlatilag száműzte Pécsre. Ilyen, hogy csak mondok néhány nevet, Ekimrét, vagy Kós Lajost, aki a Bobita Bábszínházat megcsinálta, vagy hogy a, a Pécsi műhely létrejöhetett Lantos Ferenccel és más grafikusokkal, vagy hogy a Pécsi Ifjúsági Iroda az építészetben Csethe György vezetésével. Nos, Csete Györgyék hát, 60-as évek végén kerültek le Pécsre, és akkor, amikor én lementem, az azért volt, mert az egész irodát akkor kezdték el kikezdeni, és tulajdonképpen feloszlott az iroda. És a tervnél a megyei tervezővállalatnál egy üresedés volt, és és, és ez nagyon jól jött nekem, mert a cseték a pécset egy olyan különleges építészeti gondolkodást vázoltak föl, amiben nekem már beleilleszkedni tulajdonképpen könnyű volt. Halva ezeket a neveket soha jobb büntető tábort nem kívánok. Pécsnek eljött a rendszerváltozás lázas időszaka 1990, amikor ön egy társával megalapított, megalapította a saját építészeti irodáját hogy élte meg ezt a nagyon ellentmondásos, mégis reményekkel teli időszakot. Hát ez egy fantasztikus időszak, és nagyon sajnálom, hogy a mai fiatalok ilyet nem élhetnek meg. És már egy kicsit előrébről kell gondolkoznunk. A 80-as évek már egy nagyon jó időszak volt, mert már a gyengülők államrendszer, ha egy percig nem gondoltuk, hogy valaha innen az oroszok kimennek, és hogy, hogy fel tudunk szabadulni, és véget ér ez a, ez a drél, de már lazulást mutattak. Tehát az emberek már kezdték elővenni a kis pénzüket és már, már családi házakat ezt azt lehetett tervezni, és hát aztán a 90-es években ez, ez, még jobban ugye, előtérbe került, tehát az a 25 év, 2000 1980-tól 2008-ig a gazdasági válságig, hogy körülbelül 25-30 év, az egy fantasztikus lehetőséget adott nekem is, és én állítom, hogy a magyar építészetnek is. Sok szint tudtunk megmutatni, nem véletlen, hogy Makovec akkor tudott kibontakozni, nem véletlen, hogy, hogy, hogy akkor egy, egy, egy egészen különleges magyar építészeti arculat kezdett kibontakozni. Az életműve rendkívül gazdag, csak ilyen mutatóba a Pécsi Jókai tér, Budapesten a Gellér téren a Forráskút személyes kedvenceim egyik zárójel zárva, vagy akár Tatabányán, a látogató központ, a Gerecse kapuja a látogató központ, ami egy felszállni készülő turulmadárra emlékeztető épületet, abszolút extragovagáns. Nagy hirtelen ezeket emelném ki, de hát ez egy önkényes kiemelés, melyeket szereti legjobban a munkáik közül. Egyáltalán elfogadja-e, hogy ezek olyan épületek, amelyek egy emblémát jelentenek Dévényi Sándor művészetében? Igen, igen, talán azért a turul azért ismered egyik legutolsó művem, hát a forrás az önmagáért beszél, egy világmodell, amelyik Budapest központjában a Budapest lényegét, a mélyből föltörő melegvizet, a föld belső energiáit is tudja szimbolizálni, nagyon fontosnak tartom én a városrehabilitációs tevékenységemet, amit leginkább hát Pécset fejtettem ki, ami azért nagyon érdekes számomra, mert nagyon fontosnak tartom, hogy egy kultúra folyamatosan jelen legyen, és a múltat úgy tudja összefoglalni és felmutatni a jelenbe, hogy egyúttal a jövőt felé is iránymutasson. És egy történeti városnak a rehabilitáció egy ilyen feladat, és hogy erre szükség van arra, nagyon sok szomorú példa mutat. Például, például, az elmúlt években nagyon sokat hallottunk a, a szíriai sivatagban elpusztított városokra, amiket az ISIS pusztított el. Csak az nem, azt is tudni kell, hogy van ott ezer romváros, amiket nem az ISIS pusztított el, nem azért, mert a városok nem, egyszerűen nem feleltek meg a lakosok követelmények. Tehát elhagyták őket. Nekünk itt Magyarországon, kis Magyarországunkon a megmaradt emlékeinknek a megőrzése kötelességünk, és megőrizni csak úgy tudjuk ezeket az emlékeket, ha a mindennapi élet, a mindennapi használatra alkalmassá tesszük. Tehát ez nem egy konzerválás, ez nem egy skanzennek a, a, a fenntartása, hanem, ö, hanem úgy kell fejleszteni ezeket a városokat, hogy a értékeket megővjük, de a jövő felé is nyitottak legyenek. Valaki el. azt mondta, hogy Dévény egy bátor ember már, ami az anyagok használatát illeti. Ez mit jelent? Nem érzem én úgy, hogy ehhez nagy bátorság kell. Az építészet használ e, új anyagokat, és ezeket... E, nem e, mindegy, hogy mit mivel párosít. Ne? Hát igen, tehát lehet, hogy, hogy ezt... E, a, az anyagok párosítása az, ami, ami talán ezt a gondolatot valaki beébrezhette. Például én nagyon szeretem a, a, a kerámiát használni, ami hát éppenséggel nem egy új anyag, csak egy kicsit úgy feledésbe merült. Mondjuk a zsolnai, Mondjuk a zsolnai ez... kerámiát, amelyik hát Pécsett azt hiszem magától adja magát. Kik azok az építészek, akik a legnagyobb hatással voltak önre? Természetesen mesteremnek és, és példaképemnek Makovec Imrét tartom, noha nem dolgoztunk sohasem együtt, de 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 Imre a magatartásával és az építészeti övrével mindig egy példa volt számomra, és nem, nem csak az építészete, hanem az a magatartás, amit ő, ő képviselt. A 70-es évek közepén ismertem meg, amikor már erről szó volt, hogy nem nagyon reménykedtünk abba, hogy itt valaha jobb világ lesz, de de az ő segítségével döbbentem arra rá, vagy éreztem rá, hogy a mi feladatunk az, hogy hogy egyfajta kulturális hidat képezzünk a múlt, magyar értékei és a majdan eljövendő szebb jövő lehetőségei között és abban a korban ez a híd szerep, ez, a, ez az értékek megmen, átmentésének a, a, a törekvése, ezt, ezt tanultam meg Imrétől. Meg hát természetesen az a organikus építészetnek a, a fontosabb ö, 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 fogásait is amit nem csak térben és nem csak formavilágban követ tartom fontosnak, hanem így az időben is elhelyezve az organikus gondolkodást. És hát akkor a nagy magyar felmenők ugye a Lechner Ödöntől kezdve Koscáryon át megy a szai Istvánig de de pécsi építészek is hát a Csete Gyurkáéknak ugye szinte egy az egybe követője utódja tudtam lenni és hát Pécsnek azért, ahogy említettem, egy, egy szép építészet kultúrája volt, és onnan is tudtam meríteni. Aztán nagyon szerettem, mint Hát ahogy a jellemzésemben is hallottam a színes építészetet, Antoni Gaudinak az építészete, aki azért a 60-as években lett igazán újra felfedezve, vagy felfedezve és nekem is egy releváció volt ővel találkozni. A megannyi társadalmi szerepvállalása közül is talán kiemelkedik a kós Egyesülés, amelynek alapítója és hosszú időn keresztül igazgatója is volt. A magyar szellemi élethez, kultúrához mit tett hozzá a kós Egyesület? A kós Egyesülést már a, a rendszerváltásnak a szele engedte meg, hogy, hogy le, létrehozzuk 89 ö, végén. Ö, ennek a fő mozgatói ugye Kálmán István, Kampis Miklós és hát Makovec Imre voltak. Mi ö, fiatalabbak, akkor kezdő, ugye akkor alapítottam én is az önálló cégemet éppen az előbb említett nagy neveknek a, a példáján. Vagy részben a segí szellemi segítségükkel. Mi az Egyesülést azért hoztuk létre, hogy a az organikus gondolkodásnak ne csak építészeti, hanem a, 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 hanem a hogy jelét adjuk, hanem a társadalmi elfogadottságát is tudjuk reprezentálni. És sikerült a társadalmi elfogadottságot kialakítani? Ö Hát ez egy érdekes kérdés, ugye az építészet egy nagyon divatfüggő valami. Aztán nagyon-nagyon a gazdasági élettől függ. Ahogy említettem a 2008-as gazdasági válságot, utána sajnos egy egészen más építészet kezdődött, nem csak Magyarországon, az egész világon, amiben már nehezebbben boldogul az ember, de... Itt megint csak volt van egy szerencsés momentum, ami, ami, ami a mi törekvéseinkkel párhuzamosan jött létre. Ez, ez a, hát nagyon vulgárisan a zöld mozgalmaknak hívjuk. Tehát az, az is egyfajta organikus gondolkodás. Ugye Imre mondta mindig, hogy a, a, az építészet dolga, építész dolga az, hogy folytassa a teremtést. Tehát az Isten által kapott világunkat úgy folytassuk tovább, hogy azt ne pusztítsuk el, és ne romboljuk, hanem valahogy a, a leilleszkedjék ebbe a teremtés folyamatába. Na most hát az zöld mozgalmak is valahol hasonló gondolatokat próbáltak, nyilván egy más indításból, de ott találkoztunk, hogy a, a minél kevesebb kárt okozni a, Földön, és ez az organikus anyaghasználatban, az organikus formahasználatban, a bizonyos társadalmi kontextusok elemzésében, amit a városok fejlesztésénél nagyon fontos figyelembe venni, úgy gondolom, hogy tudtunk érvényesíteni. Önnek erős a kötődése a Magyar Művészeti Akadémiához, hiszen egy időben köztestületi alelnöke is volt a szervezetnek. Mit szólt ehhez a tényleg jelentős változáshoz, amit az idei év hozott, hogy az akadémia nyit a, a vidék, sőt, nyit a, a külhoni magyar területek felé is, létrehozván a hét regionális részleget, legregionális szakcsoportot. Tehát milyen lehetőséget lát ön ebben? Engem az Imre már nagyon fiatal koromban hívott az akadémiára, aminek én 1997 óta vagyok tagja. És köztestület, ugye 2011-ben váltunk. 2005 be volt egy nagyon érdekes ö, esemény, amikor a Gyurcsány kormány ö, egy olyan, ö, nem, hogy is mondjam, ö, tehát egy olyan rossz ö, népszavazást, vagy mit írt ki, amiben sajnálatosan tudjuk, hogy milyen eredménnyel zárult, amiben a külhoni magyarok, a nemzethez tartozását bizonyos mértékig megkérdőjeleződött. Meg, meg Na most mi akkor elhatároztuk Imre indítványára, hogy akkor körülbelül százan voltunk ebbe az egyesületbe, hogy nyitunk és fölvesszük a, a külhoni magyar művészeket, akit csak tudunk, és így 50 taggal bővültünk akkor abban az évben. Tehát ez még 2005 ha jól emlékszem, igen. Tehát így, így ezekkel a külhoni tagokkal együtt érkezett el 2011 a köztestületi vállásunknak az időpontja, amikor már ez természetes és törvényileg jóváhagyottá vált, hogy a Magyar Művészeti Akadémia az nem a Magyar Országnak az akadémia, hanem a Magyar Nemzetnek az akadémiája, művészeti akadémiája. visszatérve a kérdésre, az, hogy mi a területi csoportokat most létrehoztuk, ezzel úgy gondolom, hogy megkönnyítjük talán egy kicsit hivatalossá téve, talán egy kicsit a, a szubszidáltás elvét követve megkönnyítjük ezt a, ezt a nyitást, és ebben nem csak a, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásban látok egy előrelépést, hanem a vidéki magyarsággal kapcsolatban is, ami hát a az elmúlt 30 év sajnos azt egyre inkább azt mutatja, hogy egyre inkább főváros centrikussá válik a országunk. Az ország egyharmada már gyakorlatilag budapesti lakósát a, a szöbörböt is ugye figyelembe véve. És hát ez az akadémia szeretne valamit ezen kicsit javítani. És Pécset, illetve aztán mondani, hogy Pécsi központtal milyen, milyen kisugárzást szeretne, milyen művészeti életet ott a régióban? Mivel lenne elégedett egy év múlva, ha újra kérdezünk? Hát most ugye a Pécset nézzük hagyományosan egy a dél régiónak a, a központja, tehát talán nyilván a, a megpróbáljuk majd a működésünkben, hogyha sikerül nyilván a, a, a Somogy megyét, Tolna megyét, Baranya megyét mozgósítani, lehetőségeket biztosítani a művészek félre ne értsük a Magyar Művészeti Akadémiának, nem az a dolga, hogy megmondja, hogy mi a művészet, hanem lehetőséget biztosítson a művészetnek arra, hogy ők találják ki, hogy mi a művészet. És hát ebbe, ebbe szeretnénk segíteni. A határon túli kapcsolatunk természetesen a baranyai háromszög felé vannak, illetve hát eszék Szlavónia irányában, ahol hát a magyarságnak már sajnos nagyon kis létszáma van. De hát majd meglátjuk, hogy sikerül-e velük kapcsolatot. Dévényi Sándor, folytassa a teremtést mindannyiunk gyönyörűségére. Köszönöm szépen.